Rubi szoba második órája, szevasztok, köszöntünk azokat, akik most kapcsolódtak be. Akik meg itt vannak, azokkal folytatjuk a műsort, illetve a többiekkel is természetesen. Mendével, Dorival, Zolival, na, hozzászólás. Sok. Hozzászólás, van egy jó pár hozzászólás. Én egy csomót beugtam, mert elléptem a videótól, és ugye bármivel a Facebookos videó még mindig folyamatban van, ezért azokat most nem látom, csak az öt legutóbbi kommentet. Majd na, Sanyi írja nekünk, engem senki sem kérdezett meg, hogy milyen ízűen szeretem a kólát, a majonézt és a Heinekent. Nyílt titok, hogy a szarabbat kapjuk. Egyébként az jutott eszembe, pont a Lacinak mondtam is a szünetbe, hogy agitálod, mi az, hogy szarabb? Agitálod. Tehát, hogy mi a szarabb? Nem, csak beszélgettünk. A hozzáadott és, mi a alapanyagok minőségének az összessége. De most az, hogy például most nálunk 0,6%-kal több cukor volt a Coca-Colában, ugye ez emiatt említett példán, ami szerintem egyébként a hiba határon belül van, de nem vagyok nébik, úgyhogy ezt nem tudom eldönteni, nem tisztem eldönteni. De mi lett volna, hogyha mondjuk kevesebb cukor van benne, akkor azért is fölháborodunk? Hát, hogy, de nálunk még kevesebb, hol az a nem tudom hány százalék cukor? Legyen pontosan ugyanannyi. Tehát ez ilyen annyira szar hozzáállás legyen szerintem. Legyen pontosan ugyanannyi. Hát legyen pontosan, oké, legyen. De mi a francia, ez az Orwell 84? Nem, szerintem az a baj, hogy ez, most tipikusan arról beszélünk, te szoktad mondani, ez a kiragadott. Tehát most kiragadtak egy ilyen Coca-Colát, megvizsgálta valaki, és most van, mint puffog. De várjál, kiragadták a Nestlét, kiragadták a Mannert, kiragadták a Knort, kiragadtak egy csomó mindent, ami nem ugyanez. De az meg lehetséges, hogy oké, az, hogy szart kapjuk. Ki mondta, hogy szar? Tehát, hogy azért szar, mert más egy picit, mint más. Mert kispórolják az alapanyagot. De nem biztos. Nincs benne sajt, könyörgöm, Vendi. Az itteni Nestlé, mi az a Nestlé kakaó, ebben az esetben igen. Igen? Pedig régen én nagyon szerettem. És de nem, kóstold meg most, mert már más az alapanyag. Most már nem szeretem. Ugyanannyit teszek bele, mint régen, és egyszer nem, semmi nem elég. De ez nem lehet, hogy külföldön is más már? Nem, hát most ott írták, hogy kakaósabb a kinti verzió. Ez ott le volt. De ott le volt írva, valaki tök általánosságban leírta. Hol vannak a számok, hol van a... Ez a nébinek a vizsgálata. De most, vagy ugyanaz van. Okay. Ha a te ízéret igazadat támaszsz alá, akkor de akár a szarpatron.hu-ról is jöhet a hír. De ez akkor azt jelenti, hogy szar rögtön? Tehát azért, mert más hát én, a szar... Hát hogyha veszek egy carbonara szószt, és odakint van benne sajt, itt meg nincs benne sajt... De ugyanabban akkor... a márkában? Igen, ugyanabban a márkában, ugyanabban a termékben. Uh-huh. Carbonara szósz. Jó. Okay. Legyen már benne sajt, hát legyen. Baszki. Legyen benne sajt. Jó, értem, amit mondasz, de a másik oldalon nem akarjátok megérteni, amit én mondok ezek szerint. Tehát hát vagy... szarabb, mert kevesebb van benne, igen, vagy más van benne. Ugyanannak árulják. Pont az értékes alapanyagot. Mondok mást. Bemész a kínaiba, veszel egy Adidas cipőt. Igen. És leválik a lábadról. A kis kiderül, hogy más. Ugyanúgy az Adidas gyártotta, Kínában gyártották ugyanúgy, de amit mi kaptunk, mondjuk amit te kaptál, az szarabb minőségű. Nem lennél fölháborodva? De föl lennék háborodva, de ez olyan, mint a... De Adidas cipőt nem a kínainál vesz az ember, hanem az erre specializálódott boltba, ami viszont eladója az Adidas. Na, jó, akkor mert ott vállalnak rá garanciát. Ez is nagyon fontos jó, dolog egyébként, figyelj, hogy a multinacionális vállalatok ellen beszélünk itt most egyébként, vagy hát beszéltek, mert én pont, hogy nem is védem őket, csak azt mindig elfelejtjük. Nem ajánlottak semmit, nem kell akkor rögtön nekem támadni, csak azért más a véleményem. Nem ajánlottak semmit, bár így lenne. Hanem az, hogy pont a multinacionális vállalatok termékeire szoktak garanciát vállalni, méghozzá nemzetközit, ha már az előbb ilyen irányelvekről beszélgetünk. Na, akkor mondok más neked. Tehát miért például, most mondok egy példát, veszel egy telefont, veszel egy Apple telefont mondjuk, igen, akkor azt Magyarországon is ugyanazt a terméket kapod meg, mint mondjuk külföldön, már csak azért is, mert ugyanazt a garanciát mondjuk Németországban is ugyanúgy tudod érvényesíteni. És ez se igaz. Nem igaz. Azért, mert az alapanyagokat, ahol legyártják, az egyiket esetleg Koreában gyártják le, a másikat meg legyártják Kínában. Mondok egyszerűen. És várjál, mást hagyd mondjak én gyorsan valamit. Ami konkrétan egy ismerősöm mesélte a 90-es évek végén. Sejemvirág nagykereskedéssel foglalkoztam egy időben. Ez valaki tudja, valaki nem tudja. Volt egy úriember, aki heti szinten járt ki Kínába, mert ott gyártják a sejemvirág, a világ sejemvirág készletének a 99%-át. És elvitte egyszer egy barátja, egy nagyon-nagyon gazdag kínai ember, egy körutazásra, hogy nézzen körül a többi cég világmárkák gyáraiba, és elmentek az Adidashoz. És látta éppen, hogy nem Adidas gyártanak a gyárban, hanem Adibaszt gyártanak ott. Azt mondja, hogy te hülyet azt mondtad, hogy Adidas gyárba hozol. Ez az Adidas gyár. De hát hogy lehet? Hát azért, mert most már elmúlt este 8 óra, most már az Adibaszt gyártják itt.
ezen a gépsoron. Mm-hmm. Igen. Ugyanis ez úgy működik, hogy reggel 8-tól délután 4-ig gyártják az Adidast, majd délután 4-től 8 órával későbbig, tehát 22 este 10-ig, igen, jól számolok? Lényegtelen, igen. Gyártják a másik fajta Adidast, ami még mindig ugyanaz, csak annyit csinálnak, hogy kicserélik az alapanyagokat. Tehát reggel 8-tól 4-ig a legjobb munkaerő, a legjobb anyagból gyártja a prémium Adidast, ami ugyanaz a izé dobozba fog belekerülni. Utána jönnek azok az emberek, akik a silányabb minőségű anyagból, sinyelanyag tudással még mindig Adidast gyártanak, és az megy a kelet-európai piacra, az másik azt mondjuk, hogy az nyugatra megy, meg Amerikába, tehát a fejlettebb, a csúcsországokba mennek, és utána hajnalban, amikor ismét jön ugye 10 óra után a váltás, átváltják a hímzőgépen a programot, az anyagokat kiviszik, beviszik a fosadékanyagokat, és elkezdődik az Adibas gyártás. Azoknak, akik nem tudják kifizetni az Adidasnak még a fizetést. És a végeredmény, az, hogy az ember, aki úgy gondolja, hogy nem tudja megvásárolni, és nem tudja pénzelni az Adidas, az is az Adidas zsebét hízlalja, és az ő termékeit hordja, csak sokkal szarabb minőségben. De akkor erre mondok még egy másikat. Annak idején ezt fel lehetett mérni a mindenféle technikai hibáktól hemzsegő autókban, illetve a meghibásodásokban konkrétan, hogy tippeljetek, hogy mi ez. Mi az egyik legnagyobb váltó, hogy mi alapján hibásodhat meg néha egy-két autó? Milyen napon gyártották? A szerdai napon gyártott autóknál volt a legkevesebb a technikai hiba. Ugyanis a hétfői dolgozó, az bemegy, az passzik a munkára, az még hétvégézni akar, az nem akar dolgozni. A keddi az már kezd magához térni, szerdára az ember már beleszokik a munkába, és nem mondjátok, hogy ez nem így van, mert aki hétfőtől péntekig dolgozik, az általában ugyanezt éli meg. Szerdán már benne van a kezében a rutin, akkor tudja, hogy mi a dolga, mert túl van a nap. Hibahatár. Csütörtökön, akkor egy kicsikét már elnézőbb magával, és pénteken pedig a nap közepén már odabassza az eszközt, szerszámot, mindent. Nem akarja látni. És a pénteki a legrosszabb. És ez megengedhetetlen egy olyan cég esetében, aki garanciát vállal, hogy minden egyes terméke pontosan ugyanolyan. De olyan nincs. Na de ez például, és pont ez az, ez az, ami például a Coca-Colánál nem felmérhető, hogy hétfőn vagy szerdán lett palackozva, mert az egy gép csinálja. Azt nem egy ember csinálja, az emberi tényező, az kimerül abba, hogy ül és nézi a monitort, hogy vajon melyik gép romlik el, vagy hol zsírom egy piros lámpa. Megnyom a gombot. Igen, kérünk egy technikust a hetes sorra, nézzen meg a problémát. Ennyi körülbelül. Valaki akart adunk valamit. Halló! No! Halló! Sziasztok! Attila vagyok Miskolcról. Hallgattam itt, amit az előbb Dóri mondott, és igen, valóban ez a dolog tényleg így van, azonban egy különbség van, mégpedig a pénteki nappal kapcsolatban. Végeztek ezzel kapcsolatban valóban egy felmérést, ellenben azt figyelték meg, hogy a pénteki napon gyártott termékek sokkal jobb minőségűek, mint a hét elején vagy hét közepén gyártott termékek, mégpedig azért, mert a pénteki napon arra vannak hangolódva az emberek, hogy itt a hét vége, gyerünk, csináljuk gyorsan, ügyesen, és menjünk minél hamarabb haza. Ezt egyébként nem Magyarországon végezték ezt a felmérést, hanem valahol Amerikában, erről hallottam, tehát egész konkrétan így hallottam, nagyjából úgy, ahogy Dóri is mondta, csak mondom ennyi különbséggel, hogy a pénteki napon figyelték meg, hogy a legjobb a legtöbb helyen a termelés, tehát gyakorlatilag akkor jöttek ki a legjobb áruk. Ami pedig itt ugye a Coca-Colát elemeztétek sokáig, na most bármilyen élelmiszerről legyen szó, mivel hogy én magam is élelmiszeriparban dolgoztam, igaz, hogy annak már kb. 25 éve. Egyből ránéztünk a vendével a profilképedre. Én nem oda néztem, de jó. Tudod, ez a kb. 25 éves, így rögtön oda néztem, hogy nem, félreértitek, 25 éve dolgoztam utoljára élelmiszeriparban, tehát nem 25 éves vagyok, akkor voltam utoljára. És a lényeg az, hogy szóval én cukrász vagyok, na most a következőt tudom elmondani, sok mindenről beszéltetek itt, hogy milyen alapanyag, stb., meg hogy valóban az kerül-e bele. A következőt mondom nektek én élelmiszeripari tapasztalatképpen. Hiába van az, hogy a legtöbb ilyen nagy cégnél, mint például a Coca-Cola, vagy most teljesen mindegy, hogy melyiket mondjuk, ezek az úgynevezett, úgy szokták mondani, hogy franchise jellegű cégek. Itt pontosan ezeknél a cégeknél
kivétel nélkül minden meg van határozva, még az is meg van határozva, hogy mit tudom én a műszak végén, milyen takarítószerrel kell takarítani, abból mennyit kell felhasználni, nagyon-nagyon pontosan le van írva, kőkeményen be van minden szabályozva. Egy franchise üzletben, mondjuk itt Magyarországon, tehát egy magyarországi egységben, de egyébként nem csak Magyarországon, ez így működik általában a világban, hogy egy franchise üzletben az üzletvezetőnek a dolga kizárólagosan az, és most figyeljetek, semmi más az ég egyet a világon, mint hogy ő megfigyelje a dolgozót, hogy betartja-e az előírást, ez az egyik dolog. A másik dolog pedig az, hogy gyakorlatilag, hogyha ő bármilyen hibát, szabálytalanságot tapasztal, akkor ő az, aki ezeknél a cégeknél gyakorlatilag, hogyha konkrétan azt egy dolgozóra le lehet vetíteni, hogy az ő hibájából történt ez és ez, mert ő látta például, akkor ő azonnali hatállyal elbocsátja. Tehát ezek nagyon-nagyon kőkemény, szigorú dolgok. A McDonald's-nál például még olyan is van, hogy meg van szabva az, hogy x méteres környezetben, tehát körül az üzlet körül, nem lehet, mit tudom én, ilyen McDonald's-os papírhulladék eldobva, mert azonnali hatállyal bezárhatják az üzletet. Egy vezetőnek ott semmilyen papírmunkája nincsen, azon kívül, hogy egész nap ül az irodájába, időnként kinéz, megnézi, hogy minden rendben van-e, ezen kívül semmi. Ez az ő felelőssége. Semmilyen papírmunkát például végeznie nem kell. Ami a minőséget illeti, azzal kapcsolatban azt tudom elmondani, hogy a minőség az nem csak azon múlik, hogy az anyag az egyforma vagy nem egyforma. Igen, kőkeményen le van szabályozva, hogy az anyagnak valóban ugyanolyannak kell lenni, mint ahogy a víznek, stb. Ugyanúgy tisztítottnak, egyebek. De egy dologról nem beszéltetek, legalábbis nem hallottam, hogy beszéltetek volna. Ez pedig az, és azt kell, hogy mondjam saját szakmámból kiindulva, hogy a technológiai tudás, mint olyan. Tehát ahogy nincs két egyforma orvos, aki egyformán megtanulta a szakmáját, ugyan ezeknél a cégeknél ugyanez a jellemző. Nincs két egyforma dolgozó. Ha most nagyon durván akarom mondani, akkor ez az én szakmámban, tehát a cukrászatban például ez úgy néz ki, hogy ahogy azt mondani szokták, van olyan cukrász, aki a pont-pont-pontból is tud várat csinálni. Ez szakmai tudás kérdése, tehát hogy ő milyen szinten áll szakmailag, illetve egyáltalán mennyire figyel oda arra, amit csinál, és van olyan, aki a legjobb minőségű anyagból is csak silány terméket tud előállítani. Na most, ami a minőségnek az állandóságát illeti, arra pedig azt tudom mondani, hogy a legjobb akarattal sem létezik, egyszerűen nem létezhet. Tehát ez tapasztalat a részemről, nem létezhet. Ugyanis, hogyha létezhetne az, hogy ugyanazt a anyagot használom, ugyanazt a mennyiséget használom, ezt a mi szakmánkban úgy mondják, hogy ugyanaz az anyaghányad van megállapítva minden termékre, vagy szokták még úgy is mondani, hogy ugyanaz az összeméret például. Na most hiába használom én ugyanazt az anyagot, ugyanazt a minőségűt, tehát mit tudom én, tegnap használtam egy anyagot, abból maradt másnapra, ugyanaz a minőség elvileg, mert mondjuk nem gyorsan romló anyagról van szó, tehát elvileg a minőség az ugyanaz, de higgyétek el nekem, hogy más lesz az eredmény, hogyha azt a terméket én állítom elő, vagy egy kollégám. És nem azért, mert én vagy ő jobb, mint a másik, hanem egész egyszerűen ez nagyon sok esetben attól függ, hogy az illető mondjuk úgy, hogy aznap mennyire van ott a topon. És higgyétek el nekem, hogyha egy ilyen nagy cégnél, tehát egy ilyen nagy üzemben, például ugye beszéltetek itt a sziruknak a higításáról, hogy milyen arányban kell higítani, stb. Na most higgyétek el nekem, hogyha ott egy tévedés történik, de mondjuk a tévedés az, mondjuk azt, hogy hát, ahogy ti mondtátok, hiba határon belül van, mert hogy ez mindenhol megvan, ahol élelmiszerrel foglalkoznak, akkor természetesen, hogyha az már nem korrigálható, mert a hibát véletlenül, nem szándékosan, de elkövették,
akkor azt attól még nem fogják kidobni. Viszont ez együtt jár azzal, hogy a minőség vagy jobb lesz, vagy romlani fog. Ez ugye annak függvényében, hogy most valamiből többet használtam, kevesebbet használtam, jobban odafigyeltem, nem figyeltem, én csináltam, másik kolléga csinálta, stb. Okay. Tehát, ez mind igaz jó, lehet abban az esetben, hogyha nem egy automatizált dádról beszélünk. Tehát, hogyha nem egy automatizált, egy full automatizált gyárról beszélünk, akkor ez itt, amit elmondta, ez tök tisztes, ezen egyet is értek. De az, amikor mindent gépek csinálnak, az ember annyira van csak benne, hogy a tetején ül és egy képernyőt figyel, tehát semmilyen belezőben ül, ebben nem igaz, mert így van, bele kell önteni, meg azért megnézed pontosan, nézd meg, ezért mondtam az előbb azt, hogy a X-kólás üveget egymás mellé teszel, megnézheted, még azt, hogy mennyi van benne, még abban is nagyon pici különbségek vannak, hiába gép csinálja. Azban egy nagyon sokszor különbségek. Tudod, hogy mi lehet a ludas? Na mi? A műanyag vastagsága. Ez is például, de biztos, hogy vannak különbségek. Meg mondom, amit az előbb is mondtam, amit az Attila is mondott, hogy a felhasznált alapanyag sem mindegy. Lehet, hogy a cukornád, egyik cukornád nem volt annyira, nem tudom, nem annyira édes, vagy fogalmas is, hogy működik, de ha belegondolsz abba, hogy... Erre vannak abba, gépek, hogy... amik egyébként folyamatosan egy ilyen gyárban mérik a gyakorlatilag az anyag összetételt. Igen. Folyamatosan figyelik, ahogy olyan dologról beszélünk, ami már nekünk science fiction, mert nem vagyunk ott, és nem tudjuk. Persze, meg nem is értünk hozzá, csak mondom, azért hogy... kéne elengednünk, mert rengeteg más témánk van, és kurva sok hozzászólás. Köszönjük szépen, hogy telefonáltál. Köszönjük, Attila. Vagy Skype-oltál. Sziasztok. Hello, hello. Nagyon gyorsan még egy pár hozzászólás, aztán menjünk tényleg tovább, mert már elég régóta erről beszélünk. Vincz Ádám Laci írja nekünk, szerintem inkább az a szégyen, hogy hagyja a magyar, hogy ide mindig mindenből a silányabbat hozzák. Megnézném én az osztrák, mikor hagyná, hogy az ő országába szarabb minőségű ételt vigyek. Vagy vigyék. Vendi nem multi alázás, hanem igaz. A rokonom évekkel ezelőtt Németben dolgozott, és már akkor mondta, hogy ott a parizer is sokkal másabb, mint itthon, de nem baj, hagyjon csak a magyar mindent, ez a mi szégyenünk. Én ezt nem ennyire magyaroznám egyébként, meg nem németezném, meg milyen parizer, tehát ez elég általános. A fölötte lévő Sándor írja nekünk, vettem már lengyel kólát az Ázsia Centerben, azt hittem romlott, mert totál más íze volt, jobban megnézve láttam, hogy sehol magyar címke, teljesen lengyel volt, más ízzel. Na, én ott konkrétan pékárut vettem, ami elméletileg helyben sütött, ugyebár félig kész állapotból újra rottyantott, és ehetetlen volt. Ugyanaz, amit bent a Belvárosban, abból a márkából minden sarkon meg lehet kapni, ugyanaz a típus, ugyanaz az íz. És, de nem a kínaiak hamisítják ezt, hanem egy másik országból hozza, más. Akár Lengyelország. Ez egy fagyasztott termék, amit ott bevágnak a sütőbe. Na, és azért nem mondom, tudtam megenni, pedig én ezért nem vagyok finnyes. És azért mondom, hogy higgyük el azt, hogy más-más országból, akkor más magyar volt az. Tehát a van még szarabb, van annál szarabb. Azért mondom, hogy van nálunk még lejjebb, ezt azért így elmondom. Tehát azért nálunk még van lejjebb, ne figyelj. Jó. Aztán Mihalik Ádám írja nekünk, úgy tudom, az itthoni meg a külföldi sör a gyártásnál használt víz miatt is okozhat más ízvilágot. Ezt az előbb, közben meg ugye láttuk, hogy például a Coca-Cola megcsinálja azt, hogy a vizet teljesen megszűri mindenféle íz és szaganyagoktól, és szerintem ezt a sör is megcsinálja. Meg a sör is, az előbb is mondtam, az is attól függ, hogy milyen termés, úgymond, mint a bornál. Na, haladjunk tovább, mert igen, ez igaz lehet. Aztán, sziasztok, 38 éves vagyok, és azt tapasztaltam, hogy a folyadékokkal kapcsolatban, amikor katona voltam, még sokkal jobb volt a kóla, mint manapság, pedig ugyanarra a márkáról van szó. Igen, csak azóta változhatott az összetétel, tehát a nagy gyártó is évek alatt változtathatja az összetevőket. Legalábbis a kelet-európai régió. Nem csak a kelet-európaiban, szerintem máshol is, tehát hogy globálisan. Aztán... Random téma, ti mit gondoltok a halálról? Lehet-e utána valami, meg csak nekem szar belegondolni, mi lehet utána? Így elvileg nem is érzed, hogy meghaltál, mint ha aludnál, de hogy nem kelsz fel. Na mindegy, erről kérlek véleményt. Ezt írja János. De ez elég off-topic. Ez elég off-topic. Elég off-topic. Akkor még vegyük egy de majd beszélhetünk róla. Ez volt már... Gábor, csőzet, akkor a friccek most jobb pixalámit esznek, mint mi, vagy szarabbat? Jobbat. Ez egy joker. Jobbat esznek. Hát valószínűleg oda. Nem, oda viszik a toppot. Igen. Ez tény kérdés, ez bevallottan így van. A top kategóriás cuccokat mi is kiszállítjuk külföldre, nyugatabbra visszük, és nálunk marad a szarab. A legjobb példa egyébként, a Fábrinak volt annak idején egy karácsonyi sztorizása,
az ő gyerekkori karácsonyáról, és a következő sztori volt arról, hogy saját diófáikról a diót, ahogy törték, a következő három kategóriába osztották szét. Volt egy, ami a top prémium kategória volt, az, ami az egybe, a legszebbek, amik egybe maradtak diók, azokat adták el, azokat vitték a piacra. Volt a középszar kategória, ami kicsikét zúzottabb volt, azok mentek minden, hogy mondta, hogy mindenféle orvosoknak, tanároknak, notabilitásoknak, hogy ne jelentsék fel őket. Ilyen paraszolvencia. Igen, tehát paraszolvencia csomagok, illetve karácsonyi ajándékoknak, és volt a fullfos kategória, amit ők tettek bele a saját beigliükbe. Mert megtartotta magának a szarabbat, és azt tette meg. Mert neki az is jó, a jobból viszont több pénzt tud tenni, mit csinálni. Ennyi. Nagyon jó. Aztán ez már volt, aztán viccelem, hogy érdekes módon valahogy mindig kibukik Wendy, hogy nem nagyon mersz nyíltan beszélni dolgokról, mert pert kaptok. Könyörgöm, akkor ne csináljátok kibeszélő műsort. De csinálunk. Ez a fejre. Meg mikor nem beszél nyíltan? Nem, csak vannak határok, amiket be kell tartani, de ez az én dolgom. Tehát ez az én műsorvezetői moderátornak ez a dolgom. Tehát ez akár tetszik, akár nem. De ha kifizeted az esetleges perköltségeket, nagyon szívesen bármiről beszélünk, sőt a gatyámat is letalom élő adásban. Ha kifizeted. Az mennyibe kerül? Lehet, hogy összedobjuk. Kérdezd meg az NMH. Kérünk egy állásfoglalást az NMH-tól, és utána megbeszéljük. Jó, meg attól is, hogy én mennyit kapok ezért, igen, hogy letolom a gatyát. Mondod, hogy években mérik? Hát attól függ. A nyilvános ZTV-n keresztül. Köszönöm, hogy 18-as karikával, de pornó nem meg. Ezt én nem tudtam érteni. Gumimaca és gumimaci gumicsontot. Gumimaca és gumimaci gumicsontot ropog. Hát én értem. Hát az, hogy ez a téma egy gumicsont. Téma gumicsont, igen, abszolút, igen, ebben egyébként egyetértünk, és az egész műsor ezek szerint ma csak egy gumicsont. Ott van még egy sziasztok a Fanta Málnára, és rá van írva, hogy 0,1% vadmálnát, mert nem van málnát, hanem vadmálnát tartalmaz. Ez az érdekes, igen, hogy hát ezt eddig is tudtuk, hogy ezek a ízesített italok, ezek általában nem tudom. Csak így vanília, a legjobb vanília ízt azt valami hódnak a bűzmirigyéből, vagy a francból. Nem vicc, abból nyerik. Azt hiszed, hogy viccelek. A legjobb vanília ízfokozót azt valami állatnak a bűzmirigyéből sajtolják. Jaj, most még olvassuk? Szerintem még ne olvassunk többet. Ez az utolsó. Elmegy a műsor azzal, hogy beolvassuk az üzenet, mert még azt is, és akkor tényleg nincs új témánk, és vége a műsornak. Jó, azt még olvasd, de örülünk neki, de akkor ezen túl csak egy témát hozunk mindig, és akkor arról beszélünk. Hát ha van benne annyi, hát várja, ha van benne, ha van benne annyi, van benne, jó. De hát olvasni a nézők is tudnak, nem? Legalábbis bízunk. Nem mindenki. És akkor hogy reagáljunk rá, mi az interaktív? Ebbe jó, rendben van, oké. Ebbe igaza akkor a műsor hátra részében reagálunk. Jó, tehát Gábor írja nekünk, csőzet, elképzeltem, hogy Svájcban, amikor a gyártó soron csomagolják a Nesquik kakaót, megszólal a sorvezető, ebbe kevesebb kakaóport rakjatok, mert ez már a magyarokhoz megy, nem túl egyszerű, nem túl életszerű. Igen, szegény Gábor, amit írtál, az nem, álljunk már meg. Hát álljunk, mert nem nagyon értetett. Komolyan azt gondolod, hogy úgy veszegetik ki? Nem. Van olyan gyártás, amit kifejezetten magyar exportra gyártanak, és van olyan gyártás, amit hazaira. Lehet, hogy nem is abban a gyárban készül. De hát lehet hülyeségeket írogatni, tehát ez egy ostobaság volt, amit itt leírt szegény. Tehát ez egy hülyeség. Na tessék, kiálltam egy komment mellett. Aztán, hol a határ? Mindenhol a világon 3 év gari van a SAMU SSD-kre, akkor milyen gagyi alkatrészekről beszélünk? Nem hiszek ebben. Hát ez a te embered. Mi hisz az én emberem? Hát mert nem hisz semmiben sem, ő nem hisz ezekben. Hát persze, minden gyönyörű. Hát a világon azt nem akarnak senkit se átverni. Azt írja, hogy ez is baromságnak hangzik, hogy a pénteken gyártott cuccok jobbak. Egyébként ez egy kutatás. Ez egy kutatás eredménye, tehát a brit kutatók mutatják. Jó. Lehet ezeket bagatelizálni. Hát van, aki ezt hiszi, van, aki meg mást hiszel. Ti elhiszitek, hogy ezért ő meg el mást ő hiszel, elbagatelizálja egy ilyen ökörséggel, hogy a gyártó sornál ház oda kiabár Jürgennek, hogy vegye ki. Na, nekem meg az a véleményem, ez jó. Nem fogta föl, miről beszélünk. Jó. Oké, megyünk tovább. Aztán Krisztián írja nekünk, és mi az összetétele az üvegeknek, amiben töltik a kólát? Lehet, ez is lehet az ízvilág eltérése. Az üveg silányabb minősége, jobban oldódik a hát nem az ünnyek, hanem a műanyag, eltérhet az a pertpalackon. Igen, hát ezt, ilyen is van. Attól függ, mivel fertőtlenítik, mivel az ollatta, hallottad, hogy ugyanazzal a fertőtlenítővel kell a világ minden táján ezt ugye. Jó, de nem ugyanabból az anyagból van, nem ugyanott gyártják, ez nem ugyanabból állítják elő. Hát nehogy azt gondolod, hogy minden, a világ minden tájára ugyanazt a Coca-Cola palackot mindenhol ugyanazt gyártják. De az üveg, tehát nem a PET palackról beszélünk, de az üveg, az üveg. Az szilikát, az üveg.
Abban okay. nincsen semmi. Az üveg. Tehát ha üveges Coca-Colában más az íze, mint egy másik üvegből készült üveges Coca-Colában, ott nincs, ami beleoldódik, mert az üveg nem oldódik. Lassan folyik, évmillió alatt. Az már oldódhat. Tehát, hogy de mivel... ugyanazzal az anyaggal fertőtlenítik. De egyébként valószínűleg ugyanúgy. Az üveg a legjobb ebből a szempontból, mert abból olyan nagyon sok minden nem tud oldódni. Míg a fém dobozból, meg a PET palacból valóban. Aztán magyaroknak toka szalonna ízű Coca-Cola, olaszoknak fokhagymás Coca-Cola. Ezt írja Katalin. Aztán András. Az a keleti irányba lejtő minőségi csúszda, nem tudom mennyire létezik, de ha veszel egy akciós terméket, szinte tuti befürödsz vele. Black Friday. Van ez így. Szerintem egyébként én nem gondolnám, hogy más, hogy mondjam, tehát, hogy például az nem a már, a nem, hanem például, amit az előbb mondott itt az András írta ezt. András? Nem, vagy Gábor írta, hogy például az SSD-k, hogy mondjuk egy bizonyos típusú SSD-t egyik piacra ilyet visznek, a másikra olyat visznek, ugyanantól a gyártótól. Nem gondolnám, hogy ez így lenne egyébként. És akkor már nincs is így. Ha te nem gondolsz. Nem, csak nem hiszem, hogy ez így van. Olvasom már ezt azt az embert, aki az ENSZ beszédét 1997. szeptember 14-én elkövette 97-ben. Igen? Élmeszer hatalom, olvasom. Oké, okay. Az élelmiszer hatalom, ezzel irányítjuk a viselkedést, nem kérünk elnézést, ezt Catherine Bertino ügyvezető igazgató mondta az ENSZ beszédében 1997. szeptember 14-én. Az a helyzet egyébként, hogyha egy országban az embereknek egy bizonyos termékkategóriába csak szarízűt adsz, akkor egy idő után valószínűleg az elégedettség is egy kicsikét lejjebb fog menni, a közhangulat is esetleg lejjebb fog menni. Egyébként az, hogy az embereknek a világhoz való viszonyulása mennyi mindent tud változtatni, nézzük meg, hogy amíg ment a foci EB, akkor VB... Wikipedia esetleg? Tehát, hogy... Kiki? Wikipedia, közben a Bertino. Nem foglalkozzatok! Mondjad, te mondd a mondani valóra! A foci EB ment, és a magyarok brilliroztak, addig baromi jó hangulat uralkodott itt. Az emberek szívesen jártak be a munkahelyükre, szívesen dolgoztak. Hogy az emberektől elveszünk a finom ételeket, tehát szarabbat kapnak, akkor szarabb lesz a kedvük is, szarabb lesz a munkamorál, szarabb lesz a GDP. Ez ilyen egyszerű. Igaz. Köszönöm. Helyes. Executive editor of the United Nations World Food Program. Na. Ennyi. Hát létező személy. Létező személy, és ő volt az ügyvezető, vagy igen, ügyvezető igazgatója az Egyesült Nemzetek világ kajáló programja. Igen, tehát ő a legtöbbet. Nem tudom, mi magyarul ez lefordítva, de a lényeg, hogy igen. Tehát valami kajaszakértő volt. Mondhatott akár ilyet. Nem ez a leghíresebb mondata. Bár én nem gondolnám, hogy ezt mondta. Tehát ez csak hozzá rásul Bertino, tehát szeretjük ezeket a nem pontos ENSZ-be. Magát az ENSZ beszédet kérjük szépen, a kivonatát, és akkor elhisszük, hogy ezt mondta. Addig olvasom a kommenteket, amíg Vendi megint valamit nem hiszel. Nem, hát most szőke én elhiszem, csak érted, tehát annyi minden terjed az interneten, érted, és ti meg így rögtön belekaptok, ti szoktátok mondani, hogy mindenféle forrást erősítsünk meg. Nézzük meg 66 forrásból. Vendinek kéne egy hogy sem hiszem. És ez hol van leírva? Tehát az, hogy most itt magyarra valaki ezt így lefordította, ráadásul rosszul van a név is írva, mert Bertini, és nem Bertino, ez már egy hiba. Kettő, hol van ez az idézet máshol? Oké, okay, nem keresek most rá. Ott üzenetet. Na tessék, mert nem vagy hajlandó a bizonyítékokkal szembenézni. Oké, okay. Az adás hátra jövő részében én keresek. Ti csináljátok a műsort. Verebi Gábornak mondom, hogy ő keresse, ha már ő küldte el. Na, Vendi keresse, ezt már akkor én nehogy nem keresem. Szőke Szabolcs írja, németben lakom, és tudom, mi a jó, mi a zsuga. Magyarban drágább szinte minden. Aztán Dead Mike, Miki, magyar cukor nincsen, Szlovákiában megy a cukor, mindenhova németbe is. Aztán igen, ez felér egy reklámmal. Aztán Schlichter Gyuri, Marisi Péter reklám alatti közvetítés csak az osztrák Gumi Zimmer összetételben van magyarul. Igen, ez bocsánat, a reklámmal kapcsolatos. Mármint a mi reklám szöltünk el. Bárdos Andra, a Milka csokiba is sokkal finomabb az eredeti, mint amit itthon lehet kapni. Régen nagyon finom volt a diétás Milka, annak is romlott a minősége. Egyébként jó a műsor, gratulál nektek Dóri, Zorinsz, Vende és Vendi. Aztán Ferenc András írja, srácok,
A Coca-Cola vitához, ha elfogadjuk etalonnak azt, hogy 1 méter egyenlő 100 centi Amerikában, akkor Magyarországon 1 méter lehet 98 centi is? Kicsit sárga, kicsit savanyú, de a miénk? Igaza van. Igen. Kiba a százalék? Kiszól oldalra. Persze, mert ugyanazt hajtogatjátok ti is, amit az előbb megbeszéltünk, nekem is van véleményem róla, és most itt megint egyet értetek, miközben én meg nem értek egyet, én csak ezt fejeztem ki, ennyi. De miért mindig a mi rovásunkra van ez a hiba százalék egyébként? Igen, hogy lehet, hogy Magyarországra van mindig rámérve, meg a környező kelet-európai országokra? Mert erre vagyunk érzékenyek, mert magyarok vagyunk, ennyi. Meg aki hőbörögni akar, az mindenbe keresi azt, hogy mibe hőböröghet, ezért. Nem, ez nem igaz. De szerintem meg ez. Nem lehet, hogy egyszerűen csak az van, hogy ami a hiba százalékon túlmutat, azt szállítják ide. Bevizsgálják, ez hiba százalékon túl, jó lesz ez oda. Mert nem, nálunk már nem fér be, a magyaroknál még. És kész, és elküldik. Aztán Chuck Norbert írja, biztos ismeritek a Traubi szódát, míg meg nem vásárolt egy külföldi cég, egészen más íze volt. Ez így igaz. Most meg sem közelíti az íze azt a szintet. Ez így igaz. Igen. Aztán Horváth Krisztián. Coca-Cola esetében fontos tényező, hogy hol csinálják, azaz ott például milyen minőségi vizet használnak fel, ezért kell más legyen egy német vagy egy magyar kóla. Ezt már megbeszéltük, hogy nem így van. De tény, hogy rosszabb lett az évek során az íze. Egyébként Európában a legjobb minőségű ivóvíz Budapesten található. Messze földön híres. És ez nem vicc, a budapesti csapvíz. És a turisták rendszeresen megkérdezik, hogy lehet-e inni a csapból. Igen, csak itt az a kérdés, hogy ezt ivóvízből csinálják-e, vagy valami speciál. Az ivóvíz meg szennyvízből van, csak így jobban tőlem. Hát azért mondtam. Hogy feldolgozzák újra. De ott meg csak itt szeretném mondani, hogy nem tudom megbizonyosodni róla, hogy valóban ezt mondtál egyébként I betűs végű hölgy, és nem U betűs végű hölgy, mert hogy én nem találok ilyen dumát. Sose lehet, hogy angolul kéne kerestem, és akkor azt vissza kéne fejteni. Az a helyzet, hogy ez bárki mondta, is rosszul. De nem bíz, vagy mi az igazság ebben? Azért, mert mondunk egy ilyen... népeknek, akkor szarrá válnak. Az vagy, amit megeszel. Ha mi szarabb kaját fogunk enni, akkor szarabbak leszünk. Ebbe szarabb lesz valami. A teljesítményünk, szarabb lesz a közhangulatunk. Tök mindegy, hogy ez Kathleen Bertini, vagy ki a mondta. De a szar az relatív. Vagy a szomszéd Benelus mondta, akkor is igazából. Ti mutattatok egy olyan 20 perc ezelőtt, hogy van egy telefonom? Ja, igen. Akkor légy szíves. És mondj erről a témáról. Igen, remélem, hogy igen. Hello. Szegény már letette. Hát, hogyha gondolt, hívjál vissza minket. Elnézést, nem voltatok elég erőszakosak, kedves kollégák. Kaiser Gábor írta, volt szerencsém Horvátországban inni vörös csillagot, zárójelbe Heineken sört, amit nálunk Sopronba készítettek, bőven itt a itthon is, mert egy... Igen, nem semmi, mondja csak. Amit nálunk Sopronban készítettek, bőven ittam itthon is, mert egy rövid szerencsés időben dolgoztam ott. Egészen más volt az íze, vízesebb volt. Úgyhogy saját tapasztalat, hogy tényleg a rosszabbat hajlamosak bizonyos országokba exportálni, még a magyarok is bizonyosakat egyenlő országokba. Na pillanat, mert hogy közben volt itt egy ilyen, hogy megkérdezték, hogy tényleg igaz-e, olvastol azt a izét? Olvastol egyszer a vanília, ez most komoly? Vanília, mindjárt. Olvastam. Mi? Ja. Melyik? Ez most komoly állati bűz, mirigy a vanília, Zoli? Mert akkor nem vaníliázok többet. Vanília. Nagyon jó. Mi a franc ez? Ugye nekünk Mercedes. Mondjad már mi, az aroma. Aroma. Addig közben mondom, Tom Trezegir írja. Üdv, az autógyártásban már a 90-es években is érezhető volt a piac megkülönböztetés. A nyugatra készített autókba plusz extrák, például ülesfűtés, tükörfűtés, stb. Volt. De basszus, azt kifizették, itt van megveszik a fapadó szart. Ezek nem voltak. Hát persze, nem kérhetsz bele. Elérhetőek. Elérhetőnek elérhető volt, csak ki kellett volna fizetni. Érted, ide kapjuk a fapados szart. Most is vehetsz fapados autót, széria autót. Akkor az egészet, mert még azt is írja, hogy hát szerintem Bendi rosszul közelíti fasság. Meg a kérdést. Én közelítem meg rosszul. Hát biztos így van. A svéd élelmiszerű hatóság megerősítette, hogy a hódok végbél váladéka vaníliaízű édesítőszerként is lehet használni süteményekhez, édességekhez, hogy a vaníliaíz nem csak a vanília babból lehet kinyerni. Régóta ismert, és egyes tűleveles fák épült szolgálatnak az aropa alapanyagára, mint a hód anális váladéka. Ennyi. Tehát van bizony, igen, van ilyen, hogy a hódnak, a bűzmirigyének a kivonatából ugyanúgy elő lehet állítani a vanília aromát. Ez... Az illatot? Nem. Szerintem az illatot, az élelmiszer. Egyébként várjál, azt hiszem, hogy pont National Geographic, vagy valami ilyesmi kategóriájú, tehát ilyen magasabb kategóriai ismeretterjesztő műsorban volt az,
hogy volt egy ilyen élelmiszerkutató ember, egy két vagy három részes műsor, ahol elment különböző helyekre, és pont ilyen dolgokat leplezett le, hogy megkóstolta a szalonnát, nem rossz, egészen finom. És azt mondja, hogy várj egy picikét. Öntött rá egy kis folyadékot, megkóstolta. Úristen, mintha ezer évig füstölték volna. Folyékony füst. És ilyenek vannak. Ezek ízfokozó, aromák. Jó, igen. Vannak, ez persze, hogy úgyis hívta, mondta, hogy folyékony füst. Folyékony füst. És ugyanez utána, ugyanebben a műsorban volt az is, hogy mondja, hogy milyen ízt érzel, és mondta, hogy hú, hát ez nagyon finom, ez a vaníliás, ilyen finom vaníliát még sose ettem. Azt mondja, hogy tudjuk ezt még fokozni, még vaníliásabbra. Megint tedd bele egy kicsit, úristen, azt, ó, hát ez ma olyan vaníliás íze. Tudod mi ez? Hú, végvél váladéka, abból van kinyerve. Hát nyilván nem úgy kinyomkodják, aztán a szarral együtt ottan szopogatja, hanem nyilván át van tisztítva, meg jó, hát éve. El lehet menni itt a parfümökhöz, meg az egyéb illatszerekhez. Hogy miből van, azok miből vannak. Most nem akarok példákat mondani, de vannak. Igen. Nagyon durvák egyébként. Várjál, figyelj, jó, 43-ban keresztül. Mivel szújogatjuk be magunkat, hogy milyen jó illatúak legyünk. Hát, igen. Sándor kérdezi, Dóri, honnan olvas kommentet a videók alól. Na, hogy a Facebookon is élőben megyünk. Jó, még a verik a aláírás gyűjtőket, azt szerintem egy elég jó téma, hogy végén egy ilyen vidám téma. Viccelek, igen? Nem vidám téma, de hát szerintem ezt már eresztük el, és így oda néztem, és az arról lehet, hogy kéne beszélnünk, nem? A 266.151-ről? Igen, beszéljünk arról. Ez egyébként elég jó szám, vagy elég szép szám. Hát ennyit azt gyűjtöttek gondolom. Össze, egy gyönyörű. De ne, hanem a hírt össze. Olvast hozzá. Nem volt, de mit olvassak nem, hírt? Hát verik a szerencsétlenek. Hát ezt el lehet mondani, a Móricz Zsigmond körtén, illetve a Blaha Lujza téren, konkrétan két, illetve ez csak két kiragadott. Több kiragadott, volt két eset, mert több is volt egyébként, de ez a két olyan miért eset, aminél... meg őket? Hát mert gondolom valaki nem érezte úgy, hogy és annyira hogy szeretne olimpiát. És Magyarországon ilyen, vannak ilyen kultúrált emberek, hogy akinek nem tetszik valami, akkor oda megy a másikodott, megadja neki. Szegény papírkutyát is szétrugdalták, volt itt a két farkú kutyapártnak ez a papírmasi kutyája, és ahogy paraszt belerugott. Úgyhogy mondom, halka hozzáteszem, hogy semmelyik ilyen párt egyesüléssel semmilyen szinten sem vagyok azonos. Ezt minden adásban elmondom. Azért, hogy nagy azt gondolják, hogy amikor azt védelmezem, hogy szegény kétfarkú kutya, vagy nice kutya, nem vagyok kétfarkú kutya párt szavazó, semmilyen szinten sem. Tehát mindig, ha védem éppen a Jobbikot, akkor nem vagyok jobbikos. Ha Fidesszel értek valamivel egyet, nem értek velük egyet mindenben, valamiben lehet, hogy pont egyet értek velük, de attól még rühellem az összes párt szereplőt. Kész. Tehát ennyi. Az összes politikust nem szeretem. Jó? Ezt ezért mondom el, mindig nyomatékosítom, hogy nehogy valaki elfelejtse. És ne felejtsük el azt is, hogy van, aki most lát életében először mondjuk gumiszobát, akkor őnek is világos legyen, hogyha én valamelyik pártnak a védelmére kerek éppen, attól függetlenül még az összes. Jó, de nem lehet mindig minden egyes alkalommal minden részletet kiírni a képernyőre, hogy elmondani, akkor arról fogunk beszélni. Vagy ismételjük önmagunkat, amit sokszor előfordul. Mindenki tudálok. Én ez a lényeg. Mindenki tudálok. Jó, igen, összegyűjtötték az aláírást, és most akkor benyújtják a népszavazási kezdeményezést, hogy lesz népszavazási... Hát most, mi hát persze, hát arra gyűjtötték, nem? Hogy népszavazás legyen. Az egy más kérdés, hogy persze ilyenkor már az van, hogy azért annyi szavazat összegyűlt, hogy ezt nem is gondolták volna, hogy ennyi szavazat összegyűlt, és most azért most már terelgetik a kormány részéről is egyébként mindenfelé az, hogy most ki is akart olimpiát igazából. Várjál, más kérdés. Mert itt már csak a Tarlós Pista akart olimpiát, már ő se akart, már senki nem akar igazából itt olimpiát, tehát a nép se akar, hát mit olimpia, de hogy is, milyen hülyeség olimpia? Egy kérdést hagyd tegyek már föl, vagy egy megállapítást. Ez az aláírás gyűjtés nem arról szólt, hogy akarsz-e olimpiát, vagy nem akarsz olimpiát, ezt csúgom odafönt a kupolás bolha cirkuszba is az idiótáknak, hogy most megrettentek, hanem arról szólt, hogy legyen erről a népszavazás, vagy ne legyen. Az emberek népszavazni szeretnének róla. Aki aláírta, az nem biztos, hogy azért írt alá, mert nem akar olimpiát, vagy már eldöntötte, hanem azt szeretné, hogy a nép döntsön róla. Magyarázom a barmoknak oda fönt felé a demokráciát. Tehát attól még, hogy most 261 ezer ember aláírta, nem mindegyik olimpia ellenes, mindegy a számot. Nem mindegy, nagyság hát nagyon durva számú. Tehát két százalék. Majdnem kétszer annyi, mint amennyi kellene egyébként, amiből persze a hiba százalék az ebből a szempontból majdnem, hogy nem lesz, mert hogy igazából ebből 138 tuti, hogy... Elfogadtuk, de mondom, súgok demokráciából odafönt a barmoknak, hogy attól még, hogy ez most alá lett így írva, nem kell megrettenni a népszavazástól, bár fölöslegesen pénzt eltapsolni egy ilyen veszett ügyre, persze, hogy hát. Mert úgyis azt fogja szavazni a nép, hogy nem akarnak, mert inkább kórházat építsetek, patkányok. Tehát ez a lényeg, kórházakat,
egészségügyi. Az ellenzék egyébként ezzel jön, aki ellenzi. Tehát ellenzi, de mégse, meg izé, meg akar olimpiát, meg nem akar, most már ők ugye dobálóznak itt mindenfelé ők is, hogy hát inkább ezt a pénzt, amit népszavazásra kellene fordítani, vagy kell most akkor majd fordítani, akkor inkább fordítsuk a kórházakra. Ez mekkora demagóg, basszus. Demagóg persze, de most... Semmi se jó. Tehát, hogy... Szeretnék egy ilyen szólamos, nem tudom, sok szólamban szóló, semmi se jó dumát, amit így gondolom. Hát de semmi se jó, de tényleg egyébként. Egy fölöslegesen összavazás, mert tudható a közvélemény kutatásokból is, hogy az emberek magasról szarnak is az olimpiára ilyen téren, és nem is akarnak. Hát persze. És a másik, amit tudható, nem kell semmi más csinálni az uraknak, csak lecsattogni mondjuk a délpesti kórházba, és körülnézni. De ez is demagóg, Zoli. Menjen oda, azt nézze meg, ez nem az demagóg. Nem ez a demagóg, hanem és ott kezeltesse magát. Ezt a kettőt valahogy összekötni, mert oké, hogy attól még, hogy nem lesz olimpia, nem lesz jobb a kórházak helyzete, ebben szinte biztos vagyok. Ne költsék a pénzt fasságokban. De attól még ki fog, ez pont ez a másik hír egyébként a héten belengetett hír, hogy attól még ezek a létesítmények el fognak készülni. Minek? Mert azok úgy kellenek új teniszpályák, kellenek új, kell minden. Tehát ezeknek, ha nem is teljes egészében, de jó része, akkor is el fog készülni, mert már le vannak játszva a körök. Várjál, tehát miért súghatok az a patkányoknak? Súghatok? Patkányok. Le vannak. Ugyanannyi pénzt lehet ellopni az egészségügyből is, rohanékok. Hát gyógyszereket lehet behozni, meg különböző gyógyító gépeket, meg lehet építeni új kórházakat is. Csak és ebből ugyanúgy tudtok lopni férget. Csak így legalább a magyar embernek is jó lesz. Tehát legalább, hogyha már loptok, akkor olyan dologból lopjatok, aminek van értelme. Lopjatok a kórházépítésekből akkor. Úgy is szanaszét lopjátok az országot, akkor valami hasznosat építsetek, ne egy újabb stadiont, meg teniszpályákat, ki a ráknak kell még egy. Nem, kórházakat építsetek, lopjatok, mert úgy is loptok, mert ilyen a fajtátok, lopjatok. Csak akkor legalább valami értelmes dolgot építsetek belőle. Ez a kérés. Világos? De komolyan. Hát baszki, hát ha már mindenféleképpen lopni akar, akkor valami értelmes dolgot építsenek már. Jó, ebben egyetért. Hát úgy is lopni fogtok, hát ez kész, tehát tudjuk. Mindenki tudja. A szemetek sájjon. Na hát ez a lényeg. Nem? Azért, de Zoli, ezek már ki vannak találva, le vannak passzolva. Szerintem most megvan, hogy melyik épületet kiépíti. De kórház, aki építsen kórházat, de azt úgy nincsen, kézzáltam. Mert annyi kórház van, csak meg kell várni, míg összedőlnek, meg üres, tehát a kórház van, üres, csak ember üres. Nincs benne, csak beteg, tehát orvos nincs benne, meg pénz. Beteg az lenne. Kórház az van. Beteg az van. Beteg az van, persze. Barátnő most szült másfél héttel ezelőtt, nagyon gratulálok neki. Konkrétan 5 nappal a császáros szülése után őt már hazaengedték, mondjuk ő haza is könyörögte magát. De kivágták, hogy macskát szarni, pedig két hétig, régen két hétig régen tartották két hétig az embereket. Tartották bent a császáros szülőket. Ennyi. Mert megmondták neki, hogy igen, régen tovább maradtak bent, tovább tartották bent az embert, nincsen hely, nincsen ágy. Nincs egy hely, nincs egy hely, nincs egy hely, nincs egy hely. Igen. No, hát... Nincs egy hely, nincs egy hely, nincs egy kurva ágy. Úgyhogy nolimpia, kérem szépen. Na. Gábor írja nekünk, de a régebbi aláírás gyűjtésnél előfordult, hogy voltak olyanok, akik többször is aláírták az íveket, lásd ugye fideszes aláírásgyűjtés, még meg kell nézni, hogy hány ívet hányszor írt alá egy ember. Ilyen biztos most is lesz, de pont a nagyszámok törvény alapján, mivel kétszer annyi szavazat gyűlt össze, és egyébként itt azért vannak pártok, akik beszálltak ebbe, most hagyjuk a pártpolitikai érdekeltséget, meg a kinek hova nyalizunk, meg jobbra megyünk, balra megyünk, mit csinálunk, tök mindegy. Voltak azért pártok, akik a Momentumon kívül is gyűjtöttek, és végül egyfajta meglepetésként odavitték a Momentumnak, hogy nesztek, itt van még egy pár százezer, vagy pár tízezer szavazat, mert mi is gyűjtöttünk. Tehát nem is tudtak róla, hogy gyűjtenek. Már hogy ugye a még Momentum, a pártok se nem, a Momentum nem tudott róla. Mi is gyűjtöttünk. Na mindegy. Úgyhogy itt a nagyszámok törvény alapján azért, mivel majdnem kétszer annyi szavaz, aláírás ívről beszélünk, itt hogyha vannak is szabálytalanok, érvénytelenek, valaki ötször írta alá, hát ha csak nem mindenki ötször írta alá, de az azért nem valószínű, nagy valószínűséggel bőven felül van teljesítve az elvárásoknak, tehát hogy már hogyha ezt elvárásnak lehet nevezni. Na. Zárszónak lehet azt a témát, még, amit én még küldtem, egy kis színesnek. Na melyiket? A kutyásot. Nem tudom, hol van az. Küldtem neked témát. Hát jó, de ez mindig ezt mondjátok, hogy gyerekek, oké, hát meg kell keresni. Hát. De azt mondhatod akkor, miért kellek én ahhoz? Hát mert te szoktad olvasni ezeket. Igen, hogy hír, még olvassak is? Ja nem. Nincs. Az.
Ja. Hogy nyáladzunk is a végére, kis kutya. Nem, egyébként, mert apropó ezzel kutya. Na, nekem van, nekem meg van hírem, vagy hát nem nekem, hanem hozta a sorcs, ugye az, a héten megint történt egy vadász lelőtt egy kutyát. Ja, igen. Egy sétáltat, tehát az emberünk sétáltatta a kutyát, és lelőtte a kutyáját. Igen, 5 méterre volt a kutyától. Ne, ez 50 méterre 50 volt méterre. A kutyától, de egy olyan helyen, ahol a Mátyásföldi repülőtéren, ugye? Ahol így a kutya így oké, valami után éppen szaladt, lehet, hogy eldobott neki valamit a gazdája, vagy meglátott valamit, mint én, de ugye a vadász az azt mondta, hogy hát hogy már valami vadat hajkurászon egy kutya, mert hát akkor kell lőni az embernek a társát. Tehát hogy ez a lényeg, hogy úgy lelövünk egy kutyát annélkül, hogy megbizonyosodnánk róla, már megint, tehát hogy így, mert ez nem az első eset, tudom. Ami most ugye megint az van, hogy szerencsétlen vadász, a vadászokat minősíti ez megint. Igen, mert egy idióta, mert egy idióta megint csak lövöldözik vaktában. Igen. Volt is most egy tüntetés. Én nem tudom, hogy egyébként ez az 50 méter, ez az 50 méter, ez vajon a védőtávolságon belül van-e? Ez a szabály. Hogy 50 méterre a gazdájától eltávolodik a kutya, akkor lehet... Vagy a lakóterülettől kell, hogy 50 méteren kívül essen? Valami ilyesmi van, nem tudom pontos szabályt. És akkor azonnal le kell lőni. Nem, de akkor... Húzza a mérőszalagot és várja, hogy nézegetem. Igen, tehát itt az a gond, hogy... Csak még egy métert, ha legyeltek kicsi rohadék. Hát igen, itt anyád. Az a kérdés, hogy ez a cél, vagy tényleg véletlen? Tehát mennyi nem tudunk semmi részletet erről, csak annyit, hogy megint előttek valakinek miért kutyáját. Miért vadászik valaki hát ez, ott, érten. Ahol emberek sétálgatnak és kutyákat sétálgatnak? Valamit egész Magyarország vadászterületnek számít egyébként. Igen. A másik meg az, hogy a szabályozás szerint a kutya, hogyha olyan területen van, tehát vadonban van, akkor kilőhető, hogyha nincsen rajta a póráz, tehát pórázon lehet csak sétáltatni. A vadállomány védelmében hozták ezt annak idején ezt a szabályozást, hogy a vadásznak joga és kötelessége a vadállomány védelmében az így elkoborolt. De itt jön a gerinc kérdése. Na de most egy kutyát. Igen, tudom, én se értek egyet ezzel, és tarkon basznám azt a parasztot, aki egy kutyát mindenféle izé nélkül kilőtt. Földugnék a seggébe 2 izét sörétes lőszert, azt picsárugnám, hát ha esül benne. Tehát most valószínűleg, bocsánat, de valószínűleg nyakörv azért csak volt. Volt. Minden kutyán van nyakörv. Látszik egy kutyán az, hogy most rendezett, az rendezett, vagy egy szakadt kóbor kutyáról beszélünk, mert ez egy másik kategória már megint. De hogy látja, érted, meg azért nem hiszem, hogyha 50 méterre van a gazdáját, hogy nem néz körbe, hogy nincs ott a gazdája. Találsz egy otthonról elszökött kutyát, azt is kilövöd. Akkor rögtön kilövöd a picsába. Igen, mert van olyan kutya, ami csak elszökött, megijedt a viharba, kiszaladt. Tehát nem kóbor kutya, nem valaki. Igen, én egyébként azt mondom, hogy leszarom a vadászt, hogy milyen jó szándékkal cselekedett, rángassák meg az összes ilyen rohadékot, hogy egy kicsit mérlegeljen. Igen. Tehát mert még az egyik oldalon, ha valaki egy kutyát ütler várja, igen, az árja. De azért mondom, hogy az 50 méter nem tudom mennyire van benne a védőtávolságban, erről beszélek. Ez az egyik. A védőtávolság a biztonságos lövés leadásához szükséges védőtávolság, hogy egy pár fokkal, ha odébb céloz, vagy megbotlik, vagy bármi, vagy azért nem-e talál el valakit, mert más szögben lő, vagy mert hát milyen messziről, az sem mindegy. Igen. De mondom a másik meg. Egyrésztről nagyon helyesen ugye az állatkínzást bűncselekménnyé minősítették, és majdnem olyan súllyal van, hanem olyan súllyal, mintha ember ellen követné el valakit. Tehát azok a patkányok, akik állatokat kínoznak, azokat most már nagyon csúnyán megbéri, hála az égnek, a törvény. De mellette meg van egy ilyen szabályozás, hogy egy idióta barom, milyen ember az, aki elmeszti vadásznak? Tehát a 21. században már nincsen ennek izéje. Nincs is létjogos. Létjogos. Nyilván van vadgazda. De hozzák Németországban a szarabb minőségű fácán, tehát mi a fasz? Kell itthon vadászni. Igen, nem, hát a szarabb minőségű vadászat. Hiba százalékban. Hiba százalék. De most jó, értem. Nekem még a vadászaink is szarabb minőségűek. Nekem van egy-kettő vadász ismerősöm, ehhez is kell egy megfelelő mentalitás és megfelelő érzelmi érettség is ahhoz, hogy az ember ezt miért csinálja, milyen céllal, tehát nem mindegy. Most ne haragudjon meg a világ, de ez az ember éles fegyverrel üldögél egy magas lesen, és ő eldönti, hogy valakinek a kutyáját lelővi vagy nem. Igen. Mi lesz a legközelebb? Na, az ilyen az egy rohadt görény. Igen, tehát most az aki négykézlábba ereszkedik egy bundakabátban, ez az ökör meg izének nézi, kóborkutyának nézi és lelő egy embert. Mert körülbelül mennyire nézhette, tehát egy kutya, ami keresztül szaladt előtte, azt azonnal bazd meg, bum, lelőtte. Tehát nem mérte föl. Hát kb. Igen. Kizárt dolog, hogy 50 méteres körzetben nem vette észre a gazdit. Meg most tudom, mivel lőnek, távcsöves puska, vagy mivel lőnek? Sörétessel én azt hiszem egyébként. Vagy lehet, hogy akkor ebben nem, az esetben... nem tudja közelibe behozni a izét. Én nem tudom, lehet, hogy ebben az esetben talán nem lőhet. Talán ebben az esetben nem lőhet sörétes puskával, mert annak nagy a szórás képe, és az 50 méterre vonatkozott, az is kapott volna belőle. Igen. Legközelebbre megkérdezem,
mert valaki nem, de meg tényleg, golyós mert most csak felmerül bennem technikailag a dolog, hogy hogy működik ez a dolog, hogy távcsöves puskával. Van olyan is, persze. Mert akkor de akkor közelibe be tudja hozni a kutyát, nem látja, igen, hogy nyakör van rajta? Hát nem szerintem aznap ölni akar. Meg azért őszintén szóval egy kutya, főleg hogyha rohangászik, azért nem olyan egyszerű préda, mint mondjuk egy legelésző szarvas. Érdekes, izgalmas kihívásnak vélte az úriember, nem hiszem, hogy ő ottan azt fölmérte direkt. Tehát, látom, de mondom, de Zoli, ez az első eset lenne, de az elmúlt, nem is tudom, tehát pár hónappal ezelőtt ugyanez volt. Éveken konkrétan keresztül ezek mindig hír, minden egy-kettő egy évben nem fordul. Igen. Tehát, hogy ez... Na bocsánat, hát nem a kutyairodáról beszéltünk, mondjuk kicsit hosszadalmas is lett volna, mondd el a lényegét. Annyira nem hosszú. Nem? Mondjad a témát. Tehát, hogy azért elég hosszú, mire ezt én felolvasom. De jó. A lényeg az, hogy egy olyan kutatást hoztak ki, ami alapján most már bebizonyosodott az, hogy egy olyan gazda, aki a kutyáját be tudja vinni a munkahelyére, sokkal kiegyensúlyozottabb, jobb munkaerő, jobban végzi a munkáját, sokkal kevésbé stresszes. És a kutya az általában egyébként a legtöbb, mondjuk főleg, hogyha nem egy Jack Russell terrierről beszélünk, egy kutya általában a nap nagyon nagy részét, főleg amíg a gazda dolgozik, azt az időintervallumot általában átalussza, és ugyebár óránként 10 perc szünet, főleg a monitor előtt munkát végző emberek számára amúgy is jár, ami alatt például lehet a kutyával vagy játszani, ami megint csak ugyebár most... Igen, vagy lemenni sétálni. A lényeg az, hogy ez mindenféleképpen vagy fizikális, vagy mentális egészségi szinten javító hatással kivéve, van. Kivéve, hogyha húsgyárban dolgozik a gazdi, mert a kutya nagyon izgatott lesz. Vagy a macska, hiba százalékot. Ez nyilván a kutyától is függ, hogy milyen szinten van szocializálva, milyen lelkületű a kutya, de egyre jobban szorgalmazzák például nyugaton, hogy ahol megteheti az alkalmazott, és fel van erre a munkahely készülve, és ugyebár magát a munkamenetet nem zavarja meg, például az ilyen boxofficeokban, vagy bármi hasonló, akár egy szerkesztőségben, ahol megoldható. Például a filmiparban, amikor én egyekenként dolgoztam hosszabb ideig, ott például azt észrevettem, hogy például nagyon sok olyan dolgozó van, akik például napi szinten jelen vannak, és tudják magukkal vinni a kutyájukat. Uh-huh. Két ilyen munkahelyet is ismerek, és irodákról beszélünk. Az egyik egyébként az egyik legnagyobb kereskedelmi televízió, ami kutyabarát, oda be lehet vinni a kutyusokat egyébként. Tehát ott mit én vágnak a híradó szerkesztők, és ott van mellettük a kutyus. Gondolkodtam, hogy melyikre gondoljak, hogy melyik a legnagyobb, tudod, hogy hova nyaljak, hogy a szakálasnak nyaljak, vagy a kigyúrtnak. Igen. A lényeg az, hogy igen, és egyébként általában a kutyabarát emberek számára is egy jó dolog. Ez a kutyának is jó, meg a gazdájának is jó, mert együtt lehet a kutyájával. Én például imádtam, amikor ott jött a kutyával. Lehet játszani időnként a kutyával. Ezért is nekem kutyám. Imádtam. Ez jó az ötlet. Én munkahelyemre elég nehéz. Jó ötlet, úgyhogy minél igen, több kutyabarát munkahelyet szeretnénk, igen, cégvezetők, ha nézik a gumiszobát. Nézzenek utána a cikknek, szerintem, hogy nem tudom, valahova kommentbe kirakhatjuk, hogyha valakit érdekel a cikk. Persze. Főleg, hogyha valaki mondjuk esetleg cég tulajdonos és megtehet. Vége az adásnak, hogy így elnézem, viszont igen, a Facebookon igen, még reagálunk a hozzászólásokra. Maradunk egy picit a Facebookon, jó? A hozzászólások úgyhogy a tévénézőknek pápá, jó éjszakát kívánunk. Kattanjatok a Facebookra, még egy picit folytatjuk. Szevasztok!